Szevasztok! Kérdések sokasága jut el hozzám mindenfajta platformon a koronavírussal kapcsolatban. Pár nappal ezelőtt azt kértem tőletek az Instagramon, hogy oké, akkor küldjetek kérdéseket, én pedig a YouTube-on válaszolni fogok ezekre. És akkor most nézzük a kérdéseket. Figyelj, Dani, valójában egészen pontosan szerintem erre senki nem tud válaszolni. De hát van már tapasztalatunk. Kínából, Dél-Koreából, Olaszországból, máshonnan. Én azt gondolom, hogy ez hetekig el fog még tartani. Egyelőre növekszik Magyarországon a megbetegedések száma. Nagyon csodálkoznék, hogyha 5-6-7-nél gyorsabban megúsznánk ezt a rettenetet. Fanni, iszonyatosan veszélyes vírusra állunk szembe. A legjobb probléma, hogy elképesztően gyorsan terjed. Nagyon gyorsan fertőz. Nagyon sokan betegszenek meg, még akkor is, ha nem mindenki érzi a tüneteket. De ahol meg van tünet, ott ezek rendkívül súlyosak, és az idősebbeket, ahogy látjuk, pokolian veszélyezteti. Azt látjuk a nemzetközi statisztikákból, Olaszországtól Kínáig, hogy bizony a megbetegedett emberek közül 3-8%-uk sajnos meghal. Mi ennek a folyamatnak a legelején tartunk. Ezért gondoljuk azt, hogy vigyázni kell magunkra, és ha lehet, széllyel kell húzni a vírus terjedésnek a folyamatát. Akkor tudjuk lefelvenni a harcot. Ez egy nagyon jó kérdés. Ha azt várjuk az emberektől, hogy ne menjenek dolgozni, hanem vigyázzanak magukra és ránk, akkor előbb-utóbb nem lesz fizetésük. Másik oldalról meg bajban lesznek cégek, amelyeknek nem lesz árbevétele, nem tudnak fizetni. Ezért két dolgot javaslunk a kormánynak. Hozzáteszem, erre nagyon sok nemzetközi példa van. Egyrészről, hogy a költségvetésből adjunk keresetpótló kiegészítést, támogatást, kompenzációt, ha meg végképp elveszett a munkahely és a bér, akkor a mostani 3 hónap helyett 9 hónapra növeljük az álláskeresési támogatást. Tudjátok, régen a munkanélküli segély volt ennek a neve. Azaz, nem maradhat jövedelem nélkül senki, mert ebbe bele fogunk gebedni, és jobb most segíteni, mint pár hónappal vagy fél évvel később. Majának azt tudom válaszolni, hogy hála Istennek egyik oldalról, minden tapasztalatunk szerint, ha 18 év körülek a fiatalok elkapják a vírust, akkor ők viszonylag könnyen megbirkoznak vele, olyannyira, hogy valaki észlesen veszi, hogy elkapta. Itt a probléma más, hogy annélkül, hogy tudnánk, hogy betegek vagyunk, nagyon könnyen továbbadjuk. Felnőtteknek, idősebbeknek. Ezért kérjük azt a fiatalabbaktól is, hogyha lehet, maradjanak otthon, ne menjenek nagy társaságba, lehetőség szerint ne érintkezzenek idősebbekkel, és hát különösen óvjuk azokat, akik a nagyszülők korosztálya, mert ők bizony már nagyon nehezen birkoznak meg ezzel a vírussal. Szóval lehetünk vírushordozók anélkül is, hogy tudnánk róla. Ezért kell, hogy vigyázzatok magatokra, és lehetőség szerint otthon maradni. Hát, mint a legtöbb családban nálunk is természetesen, sok vita volt arról, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetben viselkedni. Én azt az álláspontot képviseltem, és azt gondolom, hogy nem kell felvásárolni mindent. Azt tehát nem is tettük. Van pár kiló liszt, pár üveg olaj, pár csomag WC-papír, de ha kell, akkor lemegyünk a boltba, és majd fogunk vásárolni. De azt is megértem, ha valaki más gondol erről, nem akarok ítélkezni egy ilyen nehéz helyzetben, mert valójában egyikünk sem tudja, hogy mennyire lesz ez súlyos és milyen sokáig fog tartani. A nyár természetesen a fesztiválokról is szól. Pontosan tudom, gyerekeim is ezt csinálják. Nem látunk el augusztusig, hát sajnos májusig sem. De egy dolog biztos, hogyha most hajlandóak vagyunk nem kimenni minden éjszaka és minden hétvégén bulizni, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy viszonylag gyorsan vége lesz ennek a rettenetnek, és akkor talán augusztusban lesz például Sziget Fesztivál, meg Volt Fesztivál, meg Balaton Sound, és a többi. Szóval most kell vigyázni annak érdekében, hogy nyáron talán újra lehessen fesztiválozni. Ezek voltak a legfontosabb kérdések.
Remélem, hogy válaszaimmal tudtam segíteni nektek. Örülnék, hogyha kommentben akár új kérdéseket tennétek fel, akár megírnátok nekem, hogy hogyan viselitek ezeket a napokat, milyen otthon, milyen a bezártság, milyen gondotok és bajotok van. Aztán, ha írtok, akkor vissza fogok jönni. Szevasztok!